Sziasztok! Én Tóth Helgi vagyok, a Nár Gourmet márka alapítója, és a Gőbaba alapítvánnyal egy különleges utazásra hívunk titeket Törökországba, természetesen virtuálisan, ugyanis különleges török recepteket fogunk veletek megosztani. Ebben a videósorozatban lesznek olyan ételek is, amik a mevlevi, illetve a bektási dervisrendeknek az ételeit mutatják be, de a mai videóban, ha már sütőtök szezon van, akkor sütőtökös ételeket fogok nektek készíteni. Az első étel, amit be fogok nektek ma mutatni, az egy sütőtökös bárány gombóc lesz. Nagyon egyszerű az elkészítése, nem kell hozzá több évtizedes tapasztalat, hogy meg tudjátok csinálni. Úgyhogy én meg is mutatnám, hogy mik lesznek az alapanyagok, és aztán el is kezdhetjük csinálni. Sütőtökkel igazából nem csináltam semmit, azon kívül, hogy megpucoltam és feldaraboltam volna. Ezzel csak annyit kell tennünk, hogy veszünk egy magasabb falu serpenyőt, ennek az aljába beleöntjük, és egy picikét megsózzuk, más teendőnk nincs is igazából a sütőtökkel. Magával, a gombócokkal pedig annyi teendőnk lesz, hogy van itt nekem darált bárányhúsom, lehetőleg, hogyha elmentek henteshez, mondjuk valamelyik török henteshez Budapesten, akkor lehetőleg minél kevésbé zsíros bárányhúsból kérjétek ezt a darált húst, illetve van nekem előre beáztatott rizsem. Hogyha lehetséges, akkor török boltban vegyetek majd török rizst, ugyanis ez sokkal kerekebb szemű, illetve nagyobb a keményítő tartalma. Én jobban szeretem ezt használni, mint mondjuk a jázmin vagy a baszmati rizst. Ezt beáztattam előre, nagyjából egy másfél órára hideg vízbe, és most annyit fogok csak vele tenni, hogy átöntöm egy mozsárba, és utána nagyjából olyan apróra kéne ezt összetörnünk a mozsárba, hogy durva só állaga legyen ennek a rizsnek. Mozsárban megőröltem a rizst, úgyhogy most, ahogy látjátok, egészen ilyen apró szemű, durva só állaga lett a rizsnek. Igazából ugye ez a recept, ez Kelet-Törökországból származik, Hakkari városából, és fantasztikusan fűszeres étel fog készülni ezekből az alapanyagokból. A gombócokat fogjuk elkezdeni most megcsinálni. Ugye én ehhez csak annyit teszek, hogy a darált bárányt, az összeőrölt rizst, fél hagymát, nagyon apróra vágott hagymát összekeverek, és ezután pedig jöhetnek a fűszerek. Egy kicsi só, amit hozzá fogok önteni, bors, természetesen, és igazából ami a különleges pikáns ízét adja, az egyrészt a török piros paprika, ami annyiban különbözik a mi piros paprikánktól, hogy ők általában nem szokták olyan finom porrá őrölni, mint mi, hanem inkább csak így elmorzsolják, mint a csilit. Egy picit pikáns ez a paprika, de nem annyira erős, mint egy durva csili, és ezen kívül pedig szárított lila bazsalikomot fogok még használni, ami Kelet-Törökországban nagyon népszerű. A normál, hétköznapi zöld bazsalikomtól annyiban különbözik csak, hogy egy picit ánizsos íze van, úgyhogy ha esetleg itthon nem találnátok szárított lila bazsalikomot, akkor úgy tudjátok ezt helyettesíteni, hogy rendes szárított zöld bazsalikomot használtok, de egy picike kis őrölt ánist is hozzáadtok ehhez a keverékhez. Úgyhogy most ezt is hozzáadom a húsos keverékünkhöz, és jó alaposan átgyúrom a kezemmel, majd ezután dió nagyságú gombócokat fogok beleformázni, és azokkal már csak annyit kell tenni, hogy szépen ráhelyezem majd a sütőtöknek a tetejére. El is készültek most már a kis bárány gombóckáink, amit ráhelyeztem a megsózott sütőtökre, és már csak egyetlen egy teendőnk maradt. Másfél pohár vizet, vagyis 3 deci vizet összekeverek paradicsom sűrítménnyel, lehetőleg meleg víz legyen, és ezt fogom ráönteni a sütőtökre. Ugye nem fontos igazából, hogy ellepje a sütőtököt, vagy akár a gombócokat ez a szósz,
hiszen maga a sütőtök is nagyon sok vizet fog majd engedni, és tulajdonképpen nem baj, hogyha a gombócok azok nem állnak a folyadékban, tehát nem főzni fogjuk a gombócokat, hanem inkább párolódni fognak, úgyhogy le is fogjuk fedni, és tulajdonképpen miután fölforr az egész keverék, azután lefedjük, és közepes lángon nagyjából egy 35-40 perc alatt készre is fog párolódni. Arra nagyon figyeljünk, hogy néha érdemes megnézni, hogy nem főtte el alól a víz, hogyha igen, akkor még egy pici vizet hozzá lehet adni, de nem egy nagyon folyékony, szószos ragút szeretnénk a végére, hanem csak tényleg egy pici víz maradjon, paradicsomos víz maradjon alatta. Arra figyeljünk nagyon, azért nem szabad túlfőzni, mert egyrészt ugye a báránynak sem kell sok idő, hogy megfőjön, másrészt pedig nem szeretnénk, hogyha a sütőtök teljesen szétesne, tehát nem egy sütőtök pépet szeretnénk a végére, hanem azért nagyjából maradjanak majd egyben a zöldségdarabok, úgyhogy fel is rakom forrni, és aztán le fogom takarni, hogy szépen párolódjon a gőzében. Miközben fő a sütőtökös bárány-gombócunk, aközben egy gyors szószt fogunk elkészíteni hozzá. Ugye a törökök imádják nagy mennyiségben használni a vajat, úgyhogy ez most sem lesz másképp. 3 evőkanál vajat fogok most felolvasztani, és 2 darab fűszert, amit egyébként a gombócban is használtunk, a török piros paprikát, illetve a szárított lila bazsalikumot. Ezt a 2 fogom hozzá önteni az olvasztott vajhoz, egy picit megfuttatom rajta, és tulajdonképpen csak ennyi a tennivalónk, többet nem is kell vele csinálnunk, el is zárom alatta a tüzet, át fogom önteni egy kis kancsóba, és amikor kész vannak a gombócok, akkor azokat ezzel fogom meglocsolni. A törökök egyébként valóban mindenhez is használnak vajat, olvasztott vajat, hiszen például a leveseiket sem ízesítik túl, nem fűszerezik túl, hanem miután kitálalják, utána olvasztott vajat csorgatnak rá, ezt az olvasztott vajat pedig valamilyen fűszerrel szokták ízesíteni, ami természetesen illik valamilyen formában a leves fűszerezéséhez. De ugyanezt a fűszerezési formát szokták használni húsos ételekhez, ragukhoz is, és a mostani ételünkön is szintén ezt fogjuk csinálni, ezt a fantasztikusan illatos, befűszerezett, olvasztott vajat fogják rácsorgatni, mikor kitálaljuk a gombócokat. Nagyjából bő fél óra alatt el is készült a bárányos gombócunk, úgyhogy én most már el is zárom alatta a tüzet, és tulajdonképpen nem is maradt más dolgunk, mint hogy kiszedjük ezeket a finom gombócokat, illetve kioperáljuk alóla a sütőtököt, lehetőleg úgy, hogy nagyjából egyben maradjon. Ahogy látjátok, azért marad bőven lé alatta, de nem egy leves az, amire szükségünk van, és még egész jól egyben maradt a sütőtök is. Tényleg az a lényeg, hogy ne egy pépet kapjunk a végére, nem szabad túlfőzni, és tulajdonképpen magának a rizsnek a szétdarálása, szétmorzsolása is azért fontos az elején, mert itt sokkal gyorsabban megfő a gombócban, és hogyha egyben hagynánk benne, akkor valószínűleg, mire szépen átfőne, addigra a sütőtök teljesen szétesne. Úgyhogy remélem, hogy ízleni fog nektek ez a recept is, ez az étel is, és el fogjátok készíteni otthon. Nem maradt más így a végére, mint hogy megöntözzem azzal a nagyon szuper fűszeres vajjal, olvasztott vajjal, amit az előbb készítettünk hozzá. Úgyhogy ez adja meg igazából a koronát ennek az ételnek, és ez adja meg a végső ízhatást, úgyhogy ne bánjatok csínyán a vajjal, nyugodtan öntözzétek meg bőven, és ez biztos, hogy lélekmelengető lesz így a téli hideg estéken is. Jó étvágyat hozzá!